Tavaly 19,8 millió forintot gyűjtöttek jótékony célra, sérült fiatalok segítésére a Várfürdő futóversennyel. Idén pedig emellett egy további ambiciózus célt tűztek ki a szervezők. Felföldi Sándor elmondta, egy a koraszülöttek ellátását segítő mentőautó beszerzését szeretnék támogatni. A versenyre tavaly 1500 nevezés érkezett, ha a korábbi tendencia folytatódik, idén még ennél is többen futhatnak a különböző távokon. 10 óra 50 perckor rajtolnak el a maratoni távot választók, és 11 órakor rajtol el 8. alkalommal a Várfürdő futás. Az itt résztvevők pedig Gyula belvárosában egy 7 kilométeres körben fogják teljesíteni az általuk választott 7 kilométer, 21 vagy váltóban a 21 kilométeres távot. A program névadó szponzora idén is a Gyulai Várfürdő, mely az anyagi támogatás mellett marketing és más eszközökkel segíti a jótékonysági rendezvényt. A futók például fürdőbelépőt kapnak. Nagyon büszke támogatói vagyunk. Egyrészt ennek a kezdeményezésnek, másrészt az egyesület egyéb munkájának is. Mindenképpen elismerésre méltó az, amit a kis csapat az egyesületben a támogatók segítségével és saját erejükből is évről évre vetesz az asztalra. Évről évre népszerűbb a rendezvény, mely mára a város egyik legfontosabb programjává nőtte ki magát, mondta Görgényi Ernő polgármester. Évről évre egyre többen neveznek be ebbe a versenybe, és mára már túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy országos hírű versenyről van szó. Egy olyan országos hírű versenyről, amely egyidejűleg a gyulai és békismegyei emberek körében is rendkívüli népszerűségnek örvend. A versenyeket május 6-án és 7-én rendezik. A szervezők azt kérik, a fennakadások elkerülése érdekében mindenki időben adja le nevezését. Újdonság, hogy azok között, akik ezt időben megteszik, egy görögországi és egy erdélyi pihenést sorsolnak ki.